Jó estét kívánok, a Beszéljünk róla magazin legfrissebb adását látják itt a Halas Televízióban. Akik egy héttel ezelőtt nézték műsorunkat, az elköszönéskor már tudhatták, hogy a Budapest Bamako Rally két helyi résztvevőivel beszélgetünk, és bizony ez így is fog történni a következő nagyjából fél órában. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A nézők kedvéért elmondom, hogy a korábbi ismeretségre való tekintettel tegeződve fogjuk majd folytatni a beszélgetést, mert hogy annak idején Karcsi, hogyha valaki azt mondta volna így 20 évvel ezelőtt, amikor érettségiztünk a Tekóban, hogy a Városi Televízió stúdiójában arról beszélgetünk, hogy te Afrikában rallisztál, akkor lehet, hogy mind a ketten kinevettük volna az illetőt, vagy csodálkoztunk volna, nem? Vagy már akkor is volt ilyen ambíció a fejedben? Igen, ez egy fogós kérdés. Azt gondolom, hogy ha egymással beszélgetünk, akkor biztos, hogy kinevetjük a másikat. Ez egy hirtelen fordulatnak lett az eredménye. Ugye mi Afrikába kötöttünk ki. Ugye barátom Kornél uncolására, illetve felkérésére lettünk ugye csapattagok, csapattársak, és ebből irány Afrika. Honnan indult el ez az egész? Mikor, hogyan fogalmazódott meg a fejedben az, hogy te ki szeretnél menni a Budapest Bamakóra? Hát ez 22 őszén árultam egy Opel Astrát, amit többen megtekintettek, és hát ugye mindenki csak turkálta, furkálta az autót, nem igazán tetszett, és aztán mentünk egy feleségemmel az országba, és ott volt egy beszélgetés, a Villám Géza beszélgetett a Sebestyén Balázzsal, a Bamakóról nyilván, azt meghallgattuk, vége lett a beszélgetésnek, akkor mondtam a feleségemnek, akkor én ezzel az Opel Astrával kimegyek a Bamakóra, és ott hagyom egy iskolának, felajánlom, vagy bárhova is, karitatívan. És akkor utána ezt kerestem társat, sokáig nem kellett keresni, és első szóra nagy nehezen kötélnek is állt. Ti ismeretségetek az honnan eredeztethető? Én azt gondolom, hogy körülbelül 15 éves kapcsolat van mögöttünk, tehát olyan 2008 óta dolgozom a mezőgazdaságban, és ugye Kornél mezőgazdasággal foglalkozik, és onnan egy ilyen eléggé kemény és szoros mezőgazdasági üzleti kapcsolat alakult ki, amely barátságán nőtte ki magát. Már azt mondta Kornél, hogy nem kellett sok győzködni, de hogyan élted ezt meg, amikor csörgött a telefon, és azt mondta, hogy akkor menjünk Afrikába? Váratlan volt, mert össze arra számítottam, hogy valamit vásárolni szeretne nálam. Hát na most nem vásárlásról lett szó, hanem inkább felkérésről. Gyakorlatilag nem gondolkodtam sokat, de azért feleségemtől természetesen elkéretőztem. Gyorsan döntöttünk, hogy rajt. Ugye én nekem, ami miatt elindult az egész gondolat, illetve a válaszadásom gyorsasága az volt, hogy ugye én azért egy jó pár éve, körülbelül 3-4 éve már azért terepjárózom, és egy-két dolgot azért már láttam, és szerettem volna még tanulni, és új ismereteket szerezni. Úgyhogy innentől már egyértelmű volt. Gondolom, hogy először elméletben kell rákészülni erre az egészre. Néztetek korábbi közvetítéseket, utána olvastatok. Hogyan lehetett nekiindulni az egész felkészülésnek? Hát miután megvolt, hogy akkor elindulunk, utána nyilván a YouTube csatornán néztünk egy csomó videót, ezzel kapcsolatosan ismeretségi körbe is, azért Karcsi révén az ismerősi körben is voltak olyanok, akik már indultak a Bamakón, velük is felvettük úgymond a kapcsolatot, akár egy ilyen offroad versenyen is beszélgettünk kötetlenül, és akkor azért elég sok információhoz hozzá tudtunk jutni, amit utána tudtunk hasznosítani. Ennyi. Amikor elindultatok közvetlenül előtte, ugye a Halas TV stábja is ott volt, Jäger Levente kollégám és Vercz András forgatott nálatok egy anyagot, amikor is összepakoltatok és bepakoltatok az autóba, ezt most láthatják is a nézők. Hogyan tudtátok megtervezni, hogy mit vigyetek magatokkal, kitől tudtatok tanácsot kérni, hogy mit érdemes, mit nem érdemes vinni, hogyan volt a csomagolás? Gyakorlatilag ugye ez egy hosszú folyamat eredménye volt. Ugye én baráti társaságban szerencsére vannak olyan személyek, akik részt vettek a Bamakon, sőt olyan is van, aki ugye többszörös győztes ebben a történetben. Ők nagyon sokat segítettek számunkra, számomra. Ami ugye fontos, hogy mindig, amit gondolunk, annak a felét szabad csak elvinni. Hát mi ezt gondoltuk, de ez is úgy gondolom egy túl méretes szerelvényt adott ki, úgyhogy most, ha újra pakolnánk, biztos, hogy még a felének a felét vinnénk. Ugye az autónak a tömeg dolgai és egyéb hátható tényezői azok a futamon azért jelentkeztek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a barátok, illetve a YouTube videók, illetve az egyéb roadbookokon keresztül sikerült ezt a csomagocskát összeraktunk, kemény volt, de megcsináltuk. Láttunk ilyen érdekességeket, hogy még a pótkerékhez is ásványvizet tettetek, meg hasonló érdekességek. Hogyan próbáltatok minden négyzet centiméterét kihasználni az autónak? Hogyan próbáltatok trükközni ezzel, hogy minden beférjen?
Hát ez egy érdekes dolog volt, mert már gondolom sok mindenki pakolt egy hosszabb utazásra, amikor a családdal ment, hát ehhez az nem volt fogható, mert mindent is be kellett rakni. Hát úgy helyek közben annyira nem gondoltuk ezt a pakolást, annyira nem terveztük meg, tehát inkább jobban mondva, hogy random jelleggel jöttek a gondolatok. De helyek közben sikerült mindent betuszkolnunk az autóba, amit gondoltunk. Itthon szerintem nem hagytunk jóformán semmit, amit gondoltunk. Ott többszöri átpakolás azért volt az út során, konkrétan minden nap fejlájtottuk az autót ki, be. Mert semmit nem találtunk, semmi nem volt jó helyen, újra összerakni, újra átgondolni, és akkor se volt jó. Tehát mindig folyamatosan változott a dolog. Na, és akkor elindultatok, ugye a tévés közvetítés addig tartott, vagy a televíziós anyag, amíg kigördültetek Kiskunhalasról. Mi történt utána? Hiszen mi laikusok itthonról annyit láttunk, hogy éppen itt jártok, éppen ott jártok. Na, de mi történt, amikor elindultatok Halasról? Milyen útvonalon, merre tudtatok menni? Erről meséljetek, kérlek. Gyakorlatilag ugye Kiskunhalasról ugye 26-a délelőtt indultunk. Ugye az első fontos helyszín ugye Budapest volt, budaörsi reptér, ahonnan gyakorlatilag mindenkit egyesével elrajtoltattak, és irány Európa. Tehát ugye az M7-esen keresztül ugye Szlovénia, Olaszország, Franciaország, majd Spanyolországon keresztül ugye hajóztunk át Afrikába. Ugye ez volt az első fontos etap, amely gyakorlatilag Fezzig, Marokkóig tartott. És utána gyakorlatilag az afrikai futam kezdődött, ami szintén ugye öt országot mutatott be számunkra, ugye Marokkó, Mauritánia, Szenegál, Guinea, illetve Sierra Leone. Milyen volt, amikor először elhagytátok Európát, egy másik kontinensre léptetek, vagy gördültetek át a terepjáróval? Hát izgalmas volt, ahogy beléptünk Afrikába, ugye Marokkóba. Marokkó északi része még igencsak ilyen, hát még ilyen Európával kevert világ tárult elénk, de már akkor is látszott, hogy egy olyan világba csöppentünk, amiben eddig még sosem voltunk. És utána ez csak fokozódott, ez az élmény, és ez a gyakorlatilag az emberre, én azt gondolom, úgy fogalmaztam, hogy ilyen 180 fokot fordult a világ. Fejleteteire állt a világ konkrétan. Mi volt az, amikor először azt éreztétek, hogy na igen, ez már Afrika, ez már tényleg nem Európa, nem hasonlít Európára, tényleg itt vagyunk egy másik kontinensen? Hát azt gondolom, mikor Fezt elhagytuk, és már Marokkó közepe felé jártunk, ott onnantól kezdődött igazán Afrika. És onnantól csak egyre afrikább lett Afrika, úgy és mondva. És milyen volt Afrika? Egy szóval, én azt gondolom, hogy az európai emberek számára mindenképpen egyszer jó látni, tapasztalni, hogy ott a kicsi dolgokból is az emberek meg tudnak élni. Tehát gondolok én az alapvető élelmiszerekre, nem itt a Haribótól kezdve a chipsek sokaságán keresztül mindenen. Én azt gondolom, hogy az afrikai világ az számomra egy teljesen új életet vetített elém, amelyet el sem tudtam képzelni. Tehát a maga az egyszerűségével, illetve az a környezeti tényező, amit ott hat az emberekre, ez a magas hőmérsékletre gondolok, a por, a homok, a minden, ami negatív, illetve tehát gyakorlatilag az épületek, a vizeknek a megléte vagy nem léte. Tehát számomra Afrika egy szomorú valóság, át kell élni, meg kell tapasztalni, de így részemről pozitívat egyáltalán nem tudok róla mondani. Nézők láthatják közben azokat a fotókat, amiket ti készítettetek. Amikor előzetesen átküldtétek a képeket, nekem az volt a legmeglepőbb, legmegdöbbentőbb, hogy gyakorlatilag olyan járművekkel találkoztatok, ami itt Európában ki se gördülhetne az udvarról, ott meg a közutakon járnak ilyen autók. Milyen különleges gépeket láttatok, vagy mi volt, ami leginkább megdöbbentetek? Hát ott a közlekedési morál az érdekesen fogják fel a közlekedést. Talán a jogosítvány intézménye szerintem úgy nem igazán létezik, azt gondolom. Hát az autók műszaki állapotát megtükrözik, amiket küldtünk át fotók, műszaki állapotról sem beszélhetünk. Mindennel is közlekednek, ami mozog. És ez a 60-as, 70-es évek európai autógyártásnak a maradéka, tehát a 190-es Merciből Dunát lehet rekeszteni, a régi Peugeotokból, Renaultokból, persze megemelt offroad változatban, hogy kibírják az ottani körülményeket, a régi kamionok, ezek a csőrös Mercedesek, nyilván Toyoták, tehát
mindennel is közlekednek. És csak annyi kell, hogy menjen. Nincsen több kívánni, nincsen több extra benne, csak az, hogy menjen, mozogjon. Ez is egy külön kihívás volt, hogy nem csak terepen közlekedni, hanem mondjuk ilyen veszélyes, vagy európai szemmel veszélyes járművek között menjetek biztonsággal? Igen, abszolút, hiszen ugye mi valamilyen szinten azért a magyar kresszhez vagyunk úgymond klimatizálódva, de azt gondolom, hogy ott kint ez a szó, illetve ez a szabályrendszer, ez lehet, hogy van, de tapasztalni nem tapasztaltuk. Én azt gondolom a piros lámpáknál is, tehát ott az autók nem álltak meg, ugyanúgy mentünk tovább a 2-3 sávos körforgalomba, 5-6 autónyi autó megy be egymásra dudálva, tehát a duda egyébként alapfelszereltség, azt minden autós szeretettel használja, ő azzal érzékelteti, hogy ő ott van. Nekünk ezen nekem is pedig naponta azért sokat vezetek, azért át kellett reformálnom magamba, hogy akkor hogyan vezessünk, tehát ott igazából az agresszivitás, és tehát nem állunk meg, megyünk, tehát a dzsungel törvények uralkodnak az utakon, abszolút. Egy idő után ti is elkezdtétek nyomni a dudát? Nem, mert nálunk a duda az kicsit kontakthibás volt egy szóval, tehát néha működött, néha nem. De ha lett volna? Ha lett volna, néha azért nyomtuk. Említetted itt az előbb, hogy a hőmérséklet is igen zavaró vagy furcsa volt ugye az itteni hőmérséklethez képest. Mennyire volt forróság, kánikula, milyen volt az időjárás? Tehát ahogy gyakorlatilag ugye közeledtünk az egyenlítőhöz, vagy ugye ahogy mentünk egyre jobban délebre, ugye a hőmérséklet is növekedett. Ami ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag a napi legmagasabb hőmérséklet már a túra alatt volt olyan hely, ahol elérte a 42-42,5 fokot, ami egy viszonylag magas számnak mondható, és ugye az azt jelenti, hogy ez menet közben volt ennyi, úgyhogy illetve a nagy hőingás. Tehát ez oké, hogy a napi csúcshőmérséklet 42 fok volt, de ugye a legalacsonyabb hőmérséklet lement 5 fokig is. Tehát pár órán beleperül akár 10-15 fokot, sőt 20 fokot is esett a hőmérséklet. Ezt egy európai szervezetnek kibírni azért még nekünk is, fiatal szervezetnek azért voltak gondjaink, de azért szépen lassan álltunk át, ahogy délebre vonultunk. Öltözetben hogyan lehetett ezt követni? Több réteg volt rajtatok, és akkor hol le, hol fel kellett öltözni, vetközni? Hát Európában még így volt, akkor még mondjuk föl voltunk rendesen öltözve, úgymond az itteni éghajlatnak megfelelően, tehát hosszú nadrág, póló, pulóver, kiskabát. Aztán amikor átértünk Marokkóba, akkor már kiskabát lekerült, már csak pulóver, és akkor Marokkó közepétől pedig átálltunk erre az afrikai stílusra, és akkor gyakorlatilag papucs, rövidgatya, póló, és akkor ebben több napig. Azt ugye láttuk a fotókon, hogy volt, amikor városi körülmények között, vagy olyan utakon kellett mennetek, volt, amikor a sivatagban. Ezt hogyan kell elképzelni? Tehát amikor ott voltatok már Afrikában, akkor ki vannak jelölve olyan pontok, amikor A-ból B-be el kell jutni, vagy hogyan zajlik maga a verseny, milyen szakaszok vannak, hogyan épül ez fel? Hát minden napra az itiner meghatározott egy végeredményben egy A és B pontot, amik között úgy jut el mindenki, ahogy tud. Nyilván akik a verseny kategóriába indultak, nekik kötött volt, nekik megvoltak aprólékosan, mit kell a túra kategóriába, vagy a kaland kategóriába, csak ajánlások voltak pontok érintésére, de ezt is mindenki saját maga ízlésére tudta szabni, illetve az esti végpont is képlékeny volt. Valaki a végpontban lévő bivakban kempingezett, úgymond, valaki mellette pár 10 kilométerrel, vagy egy városba, szálláson, tehát itt vegyes volt a kép, tehát mindenki másképp csinálta. Nálatok hogyan ment a munka megosztás az autón belül? Ki mit csinált, kinek mi volt a feladata? Meséljetek erről. Igazából vegyes volt. Azt gondolom, hogy ahogy elindultunk Budapestről, szerintem Kornél 3/4-be ugye levezett Európát, én addig relaxáltam a jobb egybe, mert ugye sok mindent nem kellett tevékenykednem, mert a Vaze megmutatott mindent. És onnantól igazából Afrika lett a kaland, mert ott gyakorlatilag azért mindenre is kellett figyelnünk. Tehát ugye egyrészt teljesen új környezet vár ránk, az autónak az állapotát is azért nap mint nap figyelnünk kellett, illetve hogy merre menjünk. És ugye az ember azt gondolja, hogy amikor vannak ilyen 150-200 kilométeres etapok, akkor így Kornél, ami egymásra nézzük, 200 kilométer a mai etap, reggel felkelünk, délre ott vagyunk. Na most ez nem, mert ott a 200 kilométer az 10 óra hossza volt, tehát az igazán egy kemény, például kemény napokat rót maga után. Én navigáltam, azt gondolom, hogy volt, hogy délelőtt navigáltam, délután már vezettem, illetve este. Az éjszakai vezetéseket azt általában én vállaltam. Én egy kicsit másabb stílusú, agresszívabb ember vagyok az utakon, így oda este már az kellett.
Mennyivel, vagy mitől volt ez, hogy említett, hogy akár 10 órán keresztül tartott egy olyan út, amit itthon akár fél nap alatt megtettetek volna? Az utak minősége, a kietlen tájak, mitől volt ez ennyire nehéz? Egyébként mind belefoglalta ezek a tulajdonságok, amit említettél. Ezek számozott utak voltak, mert azt gondoltuk, hogy mi egy egyszerűbb úton fogunk majd közlekedni, természetesen számozott úton, ami valami főútnak mondható volt. Elindultunk, és gyakorlatilag a sebességjelzőnk az a 20 km per órára nem nagyon tudott feljebb menni. Hogy miért? Azért, mert gyakorlatilag kátyú-kátyú hátán olyan fekvő rendőrök voltak, ami gyakorlatilag szériautók nem tudnak átmenni, illetve az úton közlekedő embereknek a mindenfelé menetele. Ez azt jelenti, hogy csomó autó jobbról balra közlekedett, nem egyenesen, kerülgetni kellett, csomó például ilyen szamaras fogattal találkoztunk, ami megint csak nem egy gyors hajtótípus. Úgyhogy ezek a tényezők nagyon-nagyon hátráltották ilyenkor az utunkat, de a legrosszabb tulajdonság igazából minőség volt. Az autóval minden rendben volt, hiszen gondolom, hogy napi szinten mindig ellenőriznetek kellett, hogy minden úgy működjön, ahogy kell. Hát nem, minden nem volt rendben, több problémával is találkoztunk, valamit megoldottunk, valamin túllendültünk, valamivel pedig együtt éltünk. Ami nagyon muszáj volt, azt megjavítottuk. Volt, amit ott egy helyi műhelybe barkács eszközökkel annyira megcsinálták, hogy vállalható legyen legalábbis valamilyen úton-módon, és volt, amivel meg együtt kellett élni, tudtunk, hogy van egy olyan hibája az autónak, ami néha-néha előjött. Azon megbarátkoztunk. Jól érzem, hogy egy ottani autószerelő műhely nem egészen olyan, mint egy itteni márkaszerviz, vagy azok azért úgy rendben voltak? Igen, nagyon jól látod. Tehát abszolút nem hasonlítható semmire azok a műhelynek a felszereltsége. Ott a műhely felszerelésről nem igazán lehet beszélni, mert ahol javítottuk az egyik helyen, ahol ilyen handmade-be csinálták meg az autónkat, hát ott a műhelynek a felszerelésébe tartozott egy dugókulcs, egy villáskulcskészlet, egy kalapács, egy emelő, meg egy kézi fűrész. Ennyi. De mégis megoldottátok közösen igen, a problémát. Elektromos dolog nem volt, amit csak ezek a mechanikus dolgok vannak. Ők azt tudják megjavítani. Mi volt a legidegesítőbb, a legveszélyesebb szituáció, ami az autóval volt, amit meg kellett oldanotok? Igazából itt ilyen szakaszokra osztanám a túrát, mert minden szakaszban volt egy olyan, amit meg kellett oldanunk. Ugye Európában, tehát gyakorlatilag a túrára ugye 3 Mercedes terepjáróval indultunk, vagy úgymond barátságot kötöttünk egymásra, és egy csapatba utaztunk. Az egyik autón már Franciaországban kerékcsapágy problémák lettek, majd ott már ugye visszavettünk a tempóból. Ahogy ezt gyakorlatilag már elkezdtük volna tapasztalni, ugye a miénken is ugyanez a tulajdonság előjött, úgyhogy Spanyolország kezdő 100 km-ével a hátsó csapácsorunk a sajnos tönkrement. Tehát az első megoldandó probléma az volt, hogy minél kevesebb betonút vagy autópályán jussunk át Afrikába. Ugye itt átterveztük az utunkat, Almeriából átkompoltunk Afrikába. Ugye első tervezet az volt, hogy Gibraltárig lemegyünk autóval, na most ez át lett tervezve, mínusz 400 km, ezáltal inkább Almeria lett az új kompozó célpontunk, vagy kezdőpontunk. Ez egy éjszakai utazás volt, és ugye miután megérkeztünk Fezbe, akkor a kerékcsapágyat megjavítottuk. Ugye ez volt egy komoly kis délután 2-től este 8-ig tartó folyamat, két hátsó kerékcsapágy megszerelése. Sajnos az ottani szerelők már a hátsó fékeinket, a kéziféket már nem tudták összetenni, tehát összerakni, úgyhogy ezzel enélkül indultunk már útnak. Tehát a következő időszakban már ugye jöttek a kemény terep dolgok, ami azt jelenti, hogy kősivatag, homoksivatag, kátyúk, ez ugye a futóművet eléggé próbára tette. Ez azt jelentette, hogy a stabilizátorunk, a szilentjeink, egyébként minden gyakorlatilag stabil és jó minőséggel kezdtük el az útunkat, ott ez szétvert mindent. El is hagytunk alkatrészeket, majd Szenegálig jutva ott ez a handmade, homemade cselekvése, házilag barkácsoltunk stabilizátort, illetve szilenteket. Ezzel most az autó olyan állapotba került, hogy talán Sierra-nél lejutunk. Szerencsére lejutottunk, és stabilan is teljesítettük a problémát. Ez volt talán a második szakasza ennek az egésznek, és akkor a harmadik átfogó szakasz az viszont az elektromos problémánk volt, mert az autó alacsony fordulaton, alacsony sebességen ment, például rengeteg helyi lakos között, akkor volt olyan, hogy megállt. Ott mi ilyenkor Kornél egymásra néztünk,
elszámoltunk 5-ig, kiszálltunk, 5 percig várakoztunk, majd lecsüktük a csomagtartót és mentünk tovább. Tehát mai napig nem tudjuk ennek a problémának a miértjét, de sajnos velünk volt és végig is kísért, és egyébként a célnél ugyanaz a problémánk volt, hogy a sorba ugye beállva 200 autó robogtunk a cél felé, majd a mi autónk a cél előtt egy 2 kilométerre a város központjából megállt. Közben előzgetett ki minket mindenki, rengeteg ember között eléggé ciki volt a dolog. Majd azért is majd látszódik a képeken, hogy ilyen hatalmas vontató kötél van a kocsinak az órán. Ugye az nem azért kellett, mert hogy már vontattak minket, hanem azért, hogyha bármi problémánk lesz a célig, akkor valakinek a hátán bejutva teljesítsük a távot. Úgyhogy gyakorlatilag az elektromos probléma volt a legnagyobb probléma, ami bármikor előjött. Hát ez tényleg rengeteg izgalom volt akkor számotokra. Mégis mivel tudtátok egymásban tartani a lelket? Mi az, ami motivált benneteket? Mivel tudtátok egymást motiválni, hogy oké, megyünk tovább, akkor is be fogunk érni a célba? Hát mivel tudtuk egymást motiválni? Hát végülis csak egy cél lebegett előttünk, hogy beérjünk bárhogy is, bármilyen áron is, de beérjünk a célba, akárhogy is. Mindig megvolt az a szokásos, bármikor napközben randomban az ökölpacsi, az mindig megvolt, azzal így földobtuk, egymást úgy mondom, de különösebben motivációs dolgokat nem kellett, motivációs tréninget tartani egymásnak, mert mindenki azon volt, hogy ezt meg kell csinálni, itt senki nem fog segíteni, segít mindenki, de itt csak magunkra számíthatunk, és meg kell oldanunk, valahogy úgy is meg kell oldanunk, és meg is oldottuk. 21 napot voltatok összezárva. Azt említettétek, hogy másfél évtizedes a barátság, az ismeretség, de gondolom, hogy azért ennyit összezárva nem voltatok még együtt. Hogy bírtátok ki, milyen volt, jobban megismertétek egymást, mennyiben lett még mélyebb a barátság? Én azt gondolom, hogy életem eddig leghosszabb együttléte volt bárkivel is, úgymond, ha ugye együttlétnek nevezzük ezt. Ugye az a nap 24 órájában együtt voltunk, és azért ezt valamilyen szinten a fejben is helyre kellett rakni, hogy mi 25 napig együtt vagyunk, nem egymást húzva, cikizve kell egymással szembe, illetve egymás mellett autóznunk, próbáltuk egymást segíteni mindenben, tehát amelyikünk egyik dologban jobb volt, az az egyikünk csinálta, aki a másik egyértelműen csak a segítség, ezzel ugye plusz impulzusokat kapott mindkét fél. Nagyon nehéz volt, de azt gondolom, hogy mindent meg tudtunk oldani, és minden rendben volt. Voltak hullámvölgyeink, azt gondolom, hogy Kornélá talán hamarabb jelentkezett a hullámvölgy, ott akkor kicsit több ökölpacsi volt, azzal ugye felhúztuk egymást. Nekem inkább, amikor már beértünk a célba, akkor volt az, hogy már nagyon-nagyon jönnék haza a családomhoz, de akkor ugye Kornél adott erőt, és mondta, hogy most már nem sok van hátra, jövünk haza. Tudtátok bármilyen szinten tartani a kapcsolatot az itthoniakkal, vagy azonnan nem megoldható? Viszonylag tudtuk tartani a kapcsolatot az otthoniakkal. Karcsi nagyon jó döntést hozott ahhoz, hogy egy elszínvásárlásba belement, vagy ő azzal jött ki, az nagyon jól dolgozott, de erre ugye megoszlottak a vélemények, és én nem ugrottam bele. Helyi kártyával, hát a helyi kártya beszerzése is egy elég kalandos történet ott. Annak a beszerzése, az üzemeltetése, nincs térerő, de azért megoldottuk, illetve minden este lehet a bivakban van egy ilyen szervezői autó, ahol volt egy karkötünk, amivel le lehetett csippantani gyakorlatilag, és akkor legalább annyit tudtak az otthoniak, hogy oké, abban a pontban megérkeztünk, ennyi, legalább annyi, úgyhogy valamilyen úton módon itt volt kontakt a külvilággal. Azon túl, hogy ez egy hatalmas kaland volt számotokra, azt már előzetesen is mondtátok, hogy a karitatív része is fontos számotokra, vittetek magatokkal dolgokat az ottani kinti gyerekeknek, iskoláknak. Mi volt ez pontosan, vagy mik voltak, amit át tudtatok adni nekik? A műsoron keresztül is köszönjük a támogatást egyébként, amit kaptunk a cégektől, barátoktól. Tehát több dolgot vittünk, elsősorban olyan dolgokat vittünk, aminek a súlyba azért ne jelentsen számunkra hátrányt. Tehát legtöbb esetben tollat vittünk, hegyezőt, tehát inkább ilyen irodai, illetve gyereknek tanítási dolgokhoz szükséges eszközöket. Akkor pólókat, sapkákat, öngyújtó is volt köztük, illetve 3 laptopot vittünk, ami nagyobb értékű volt, és az szintén iskolák számára. Egyéb dolgot nem, de igazából ezekből sokat. Hogyan fogadták a kinti iskolás gyerekek, pedagógusok, hogy laptopot kaptak, és ilyen különleges ajándékokkal érkeztetek? Hát nagyon jól fogadták, nagyon örültek. A gyerekek nagyon őszintén tudnak ott azért dolgoknak örülni, minden apróságnak. Ez legyen egy nyakba akasztó, legyen egy toll.
és nyilván a tanárok felől is, vagy az ottani pedagógusoktól is megkaptuk ezt, ők is el voltak csodálkozva, mert pont ahova mi ajándékoztunk, azért nem is volt benne, úgymond, mert az itinerben volt egy ajánlás, hogy hova lehet, melyik iskolát gondolják ők, vagy adtak egy ajánlást, és mi nem oda mentünk, hanem egy másikba, tehát úgymond meglepetésszerűen érkeztünk oda, és meg is lepődtek, de nagyon-nagyon jó fogadták, és hát nyilván nagyon megköszönték lelkesen. Közelítünk most már műsoridónk végéhez. Beszéljetek még arról, kérlek, hogy mi az, amit megváltoztatott bennetek ez az egész túra? Mennyiben jöttetek haza más emberként, mint ahogy elindultatok innen Kiskunhalasról? Én azt gondolom, hogy a műsor elején is említettem, hogy nekem 2-3 dolog jött le róla az egész túráról, az, hogy gyakorlatilag nagyon jó helyen születtünk, tehát Európa nagyon-nagyon jó, illetve ezen belül még akár Kiskunhalas is. Tehát én... ha ott születnék, nem is tudom, hogy mi történne velem, vagy velünk. Valószínűleg ott is alkalmazkodnánk a környezethez, de nem vágyunk oda. Illetve nagyon becsüljük meg, amink van, mert ott a nagyon-nagyon kicsi dolgoknak is hatalmas értéke van, és ezt mi is itt ugyanígy gondoljuk át. Kornél? Hát a Karcsi azt hiszem összefoglalta és elmondott mindent. Én ehhez nagyon hozzátenni talán csak apróságokat tudnék, hogy tényleg mindennek örülni kell, ami van, és mindenünk megvan, az ég egy adta világon, semmire nincs szükségünk. Talán ennyi. Tehát mindenki nagyon becsülje meg, és örüljünk, hogy itt vagyunk. Örüljünk, mert ott talán a létfenntartás az egyetlen, amiért úgy küzdenek, ott nincsenek álmok, nincsenek célek, nincsenek megvalósítandó feladatok, ott az van, hogy maradjunk életbe. De tényleg vannak olyan helyek, ahol csak csupán ez van, mert semmi sincs. Lesz folytatás részletekről? Azt mondtátok, hogy egyszer meg kell nézni mindenkinek Afrikát, ti már megnéztétek, vissza fogtok-e menni a Bamako rallira? Én azt gondolom, hogy most az emésztés időszaka van. Most én azt mondom, hogy első mondatra, vagy első hallásra a kérdésre válaszolva, én azt mondanám, hogy kivárunk. Legalább még egy ciklus, ugye 2026-ban indul a következő etap. Előnevezés egyébként számomra megvan, de valószínűleg nem élek majd a jogommal, vagy nem élünk a jogunkkal. Egyelőre ezt gondoljuk, és majd meglátjuk. Ha mentek, akkor együtt mentek? Dehogy. Én azt gondolom, hogy igen. Hát akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok, akár jövőre, akár 2 év múlva, bármikor visszamentek, akkor kívánom, hogy ne egyszer, még sokszor tudjátok teljesíteni műszaki problémák nélkül ezt a túrát, és köszönjük szépen az élménybeszámolót, gratulálunk az elért eredményhez. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Kedves nézőink, a Beszéljünk Róla magazin legfrissebb adását látták itt a Halas Televízióban. Jövő héten is nézzenek bennünket, akkor majd Bakos László várja önöket egy hasonlóan érdekes témával. További szép estét kívánok mindenkinek, kellemes televíziózást, viszontlátásra! Tudod, hogy ma gyümölcsnap van? Tudom, tudom, tudom. De a legjobb gyümölcs a házi kolbász, és rajtam nem fogsz ki. Minőségi kolbászhús a kötönyhústól. Előrendelést felveszünk. Daráljon, fűszerezzen, töltsön és zsebelje be a dicséreteket. Kötönyhús Kiskunhalason a Kisbosnyákon, a Semmelweis téren és Jánoshalmán a központban. Mondom én, hogy azt is hoz. Lisztet, tésztát, tarhonyát, tartós élelmiszert. Ne mondjad már, csak azt hirdeti, hogy italkereskedés házhoz szállítással. Nem ő szokott röpködni abban a maskarába a tévébe? Azt én nem tudom. Én már rendeltem tőle, és ki is hozta. Na most is hozza. Tényleg. Ilonkának volt igaza. S hogyha tartós élelmiszer kell, azt is hozom. totyaboltya.com. Megtöltve tartós élelmiszerrel. És